Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a 10 legrosszabb 3D-s platformer játékot fogjuk nektek megmutatni. This guy gives stupid a bad name! Ebben a videóban a leglustábban kivitelezett és legrosszabb dizájnnal rendelkező 3D-s platformer játékokat fogjátok látni. De azt azért nem mondjuk, hogy ezeket a játékokat kipróbálásra sem merjük javasolni nektek. 10. Frogger The Great Quest. I wanna zap new bugs, swim new streams, be frog loose and froggy free. A Swamp is Revenge-el a Frogger megmutatta, hogy lehetséges egy játékot modern platformokra is adaptálni az eredeti báj megtartásával együtt is. Sajnos a The Great Quest már nem sikerült ennyire jól. A béna fizika és a kiszámíthatatlan irányítás pedig rengeteg ok nélküli halálesetet és borzasztóan frusztráló pillanatot okozott. A világ és a pályák elég színesek voltak, de a játékkal egyszerűen nem volt jó élmény játszani. Prince Frogger, you're my hero! You just eat a bug? Huh? Bugs are good for you. 9. Shrek. Merlin has captured Princess Fiona, but you can rescue her by going on a quest. A DreamWorks mindenki által ismert ogréja sok játékot tudhat már maga mögött, de egyik modern játék sem közelíti meg közvetlenül az első Shrek megjelenése után kiadott mesterművet. A játék felépítését a Super Mario 64 inspirálta, de a Shrek elég unalmasnak mondható, és a kinézete sem a legjobb, mondjuk ez annyira nem is fontos a GameCube verzióban. A játékban Shrek mozgása eléggé nehézkesen kontrollálható, és a futással is akad némi problémája az ogrénak. De a legviccesebb az egészben az, hogy a filmbeli poént követve Shrek egy bizonyos gomb megnyomás esetén még fingani is képes. 8. Ratatouille. Az évek alatt rengeteg Pixar játék került piacra, de sajnos nem sikerült mindegyik olyan jól, mint mondjuk a Toy Story 3. A Ratatouille nem egy játszhatatlan szeméthalmaz, és nem is a legrosszabb dolog, ami történt a játékok történetében, de azért eléggé középszerűre sikerült. Figyelembe véve, hogy a játék az egyik leginspirálóbb, legviccesebb és legvarázslatosabb animációs film adaptációja, mi azért egy picit többet vártunk volna tőle. A legtöbb Pixar filmet minden korosztály élvezi, de ezt a játékot játszva szerintünk még a legkisebbek is halálra unnák magukat néhány óra leforgása alatt. 7. Tonic Trouble. Ezt az Ubisoft játékot néhány hónappal a Rayman 2 előtt adták ki. A Tonic Trouble elnevezés pedig már enged következtetni arra, hogy milyen lehet a játék minősége. A PC-s verzió egy pici fokkal élvezhetőbb, mint a Nintendo 64-es verzió, de a furcsa irányítás, az összecsapott kinézet és a befejezetlennek tűnő színdizájn mind-mind levonnak az értékéből. A kirakósokra való fókuszálás nem feltétlen egy rossz dolog, de azért lehetnének egy kicsit érdekesebbek is a kihívások, mert a játék így egyáltalán nem emelkedett ki a tömegből. 6. Blues Brothers 2000. Az alapanyaghoz hasonlóan a Blues Brothers 2000 egy olyan csalódás volt a nézők számára, ami egy népszerű projektet másolt, de nem tudott felérni hozzá. A Blues Brothers 2000 olyan akar lenni, mint a Super Mario 64 és a többi Nintendo-s 3D platformer, és elméletben ez nem a legrosszabb ötlet valaha. De a játékból annyira hiányzik a mélység, a szív, hogy szinte lehetetlen vele játszani. A Blues Brothers 2000 rossz kamera szögei, kezdetleges grafikája és értelmetlen figyelemelterelései után nekünk már csak egy kérdésünk maradt. Vajon a film, vagy a játék sikerült rosszabbul ebből a sorozatból? Ti mit gondoltok? 5. Spyro, Enter the Dragonfly. Amikor az Insomniac Games tovább lépett a Ratchet & Clank-re, a Spyro belépett a konzolos piacra és bizonyítani akart.
Annak ellenére, hogy nagy részben a PS1-es trilógia alapjait másolta, az Enter the Dragonfly még a PS2-es Crash Bandicoot korszakát is jobb színben tünteti fel, mert annyira rosszul sikerült. A játék tele van technikai problémákkal, sokszor tűnik úgy, mintha akadozna és a szintek sincsenek rendesen megcsinálva. Az Enter the Dragonfly ezért teljesen lerombolt a Spyro hírnevét, és az esetet a cég csak 2018-ban a Reignited Trilogy kiadása után tudta lemosni magáról. Hey, it's Homer. Negyedik, Sonic Boom, Rise of Lyric. Amy, Knuckles, go left! Give me a sec. I'm on it! A Sega kék karaktere rengeteg jó 3D platformer játékban jelent már meg, de amikor egy akkora játék, mint a Sonic hibázik, azt megérzi az egész játékos közösség. A Sonic 2006 legalább csak annyira rossz, hogy már jó, de a Sonic Boom Rise of Lyricről sajnos már nem mondható el ugyanez. A változó játékmódok pedig inkább csak összezavarják a játék ritmusát és teljesen lelassítják a tempóját. A Rise of Lyric még csak nem is egyedi, mert a benne található közelharcokat és kalandjátékokat már az Unleashed is tartalmazta. A játék ráadásul Sonic híres mozgását sem találta el teljesen. We won't let you get away, my dear. Harmadik, Balloon Wonderworld. A Square Enix által publikált játékot az a Yuji Naka rendezte, akinek a portfóliójába a legjobb 2D-s Sonic játékok is beletartoznak. A Balloon Wonderworld azonban egy zavaróan aránytalan és minden történetet mellékelő bukás lett. Az átlagos szintek, az értelmetlen történet és az unalmas mellékvilágok semmik a Balloon World legnagyobb hibájához hasonlítva, ami nem más, mint az ugrás hiánya. Valamilyen oknál fogva ez a játék minden gombhoz csak egyetlen egy mozdulatot párosít, így bizonyos mozdulatok csak bizonyos jelmezek viselésekor érhetőek el. A játékosoknak így fel kell készülniük arra, hogy lesznek olyan esetek, amikor Balloon bizony nem fog tudni ugrani. Második, Bubsy 3D. For starters, grab all the items you see. There's plenty of them in each level. And if you get enough of them, you'll be in for some surprises. Egy karakternek nem kell jó játékban szerepelni ahhoz, hogy legendás státuszt szerezzen magának. És Wooly tökéletes példa erre. Rengeteg rossz 3D platformer létezik, de a Bubsy 3D már-már külön kategóriát érdemel magának. A játékot 3 hónappal a Super Mario 64 után adták ki, legalábbis a kinézet tekintetében. Ez a játék szörnyen néz ki, és még annál is rosszabb belejátszani, de Bubsy stand-upjai legalább feldobják a hangulatot. Feltéve, ha kikapcsoljuk a néma módot. Viszont a Bubsy 3D akarat ellenére is rengeteg boldogságot hozott a világba. This guy gives stupid a bad name. Mielőtt felfednénk az első helyzetet, íme néhány vigasdíjas. Bionico. Minden Bionico fan tudja, hogy a játékot nem lehet komolyan venni. Barbie Explorer. Mert Lara Croftot és a sötétség angyalát nem lehet felülmúlni. This pit is too long to jump, but there are the monkey bars overhead. Earthworm Jim 3D. A játék inkább egy 3D platformer imitációra hasonlít, de még a 2D-s korszakban is béna lett volna. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Ninja Breadman.
A Data Design Interactive igazán nagy nyomot hagyott a korai 2000-es évek 3D platformer kultúráján olyan játékokkal, mint az Anubis 2 és a Mythmakers Trixin Toyland. A stúdió leghíresebb játékának, a Ninja Breadmannek azonban egyik sem érhet a nyomába. A készítők kreativitása sajnos a névadásnál véget is ért, és a játék betöltésekor már semmit nem lehet érzékelni belőle. A menü ugyanis úgy néz ki, mint egy omladozó csodavilág. A karakter pedig különösen a Wii verzióban inkább javaslatként kezeli a gombnyomásokat, mint sem parancsként. De a Ninja Breadman legalább bebizonyítja, hogy bizony, mindig van lejjebb. Ti bírjátok a platformer játékokat? Írjátok meg nekünk kommentben a kedvenceiteket, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!